paradicsom bemutató végre érik majdnem mindegyik, úgyhogy meg tudom nektek mutatni azt, hogy milyen fajták vannak nálam idén a magaságyásokban és az egyéb különböző helyeken ültetve, hogyan is néznek ki az egyes fajta paradicsomok, amikor már megértek, és milyen gyönyörű változatos fajtákkal lehet egyébként találkozni, hogyha nem csak a szupermarketből vásárolunk, hanem ültetünk magunknak pár palántát is. Lássuk is a különböző fajtákat szépen sorban, kezdünk egy igazi különlegességgel, mégpedig az indigo kumquattal, ami egy ilyen nagyon szép sárga koktélparadicsom. Bőtermő, nagyon finom íze van, és mint látható, cserépben is tökéletesen terem. Mellette a Tolstoy F1 található, ez egy igen bőtermő fajta, és szintén tökéletesen lehet cserépben nevelni. Mellette a balkoládában egy San Marzano van, valamint egy kecskeméti szép magyar fajta, balkoládákban tökéletesen tudnak teremni, egyedül a megfelelő öntözésre kell odafigyelni. Ezeket a palántákat én mind a palántanyától szereztem be, kövessétek őket a Facebookon, hihetetlen különböző fajtájú paradicsomok, paprikák, egyéb zöldségpalánták vannak náluk. Általában februárban a Facebook oldalukra kiteszik az összes vásárolható palántát, és utána májusban át lehet majd őket venni. Az összes paradicsom fajtáját, amit én ültettem, megtaláljátok a kommentek között, utána tudtok nézni az interneten. A magaságyásokban a sort a Cerolla F1 indítja, nagyon bőtermő, nagyon jó íze van a paradicsomoknak, egy dologra kell figyelni, azaz, hogyha locsoljuk, vagy eső jön, szét tudnak repedni a szemek, hiszen ez egy lédús koktélparadicsom fajta. Mellette ez a sárga, a drapé nevű fajta, ami belül üreges, és igazi olasz paradicsom íze van, nagyon jól néz ki. Na hát ez itt vagy a Záher, vagy a Blood Moon nevű paradicsom, nem tudom, ha elkezd érni, akkor jobban fog látszódni, a Záher, annak gyönyörű szép Záher torta színe van. És elérkeztünk az én nagy kedvencemhez, a Berry's Crazy nevű fajtához, ami hihetetlen mennyiségű kis koktélparadicsomot hoz, és ízre egyik boltban kapható koktélparadicsomhoz sem hasonlítható, teljesen más íze van, felüdülés egy ilyen koktélparadicsomot enni. Igazi bőtermő fajta, több száz szemet le lehet szedni egy növényről. Egy nagyon jó koktélfajta az Edox F1, mögötte pedig a Brutus, ami akár az 1 kilót is elérheti termésenként. Kitűnő választás a hús paradicsomok szerelmeseinek. Újabb koktél, ezúttal sárga színben, a Gold Crown, nagyon jól terem, jó édes paradicsom. Ez az érdekes bordázott fajta, a Rugantino F1, szintén olasz paradicsom, olasz tésztákhoz elengedhetett. Mellette található a Morgan F1, ami egyébként még nem kezdett el érni, jó nagy csúszásban van, de majd meg fogom mutatni, nagyon szépen néz ki. Másik nagy kedvencem a Stripe Stuffer, ez egy sima, egyszerű, tölthető olasz paradicsom, belül nincsen nagy magháza, nem lédus, töltésre ideális. Van bőtermű piros körte fajtájú is, valamint van fehér koktélparadicsom, ami aztán tényleg végképp le van maradva. A sárga körtének megsérült a szára, elkezdett elhalni, ennek ellenére hihetetlen mennyiségű paradicsomot érlel mag. És küzd a túlélésére a növény, a sérülés fölött elkezdett gyökereket növeszteni, hát ha le tud kapaszkodni a földbe valahol máshol, viszont sajnos ezt ki kell majd vágnom. A cserepes paradicsom jó mennyiséget hozott, még mindig érnek rajta a szemek. A bokor paradicsom is tömve van, viszont őt elkapta valami, a levelei nem néznek ki jól, de tele van. A térkövön nevelt Country Taste is elkezdett érni, nincsen rajta olyan sok szem, viszont azok szépek és egészségesek. Megéri a fáradozás, hogyha paradicsomot szeretnénk otthon termeszteni, mert nagyon különleges fajtákat lehet találni és nevelni is.